There's no shame anymore. There's no great honor either. So what would have been so terrible if I were to have a small fortune? If I were a rich man, yaddle-deedle-deedle-deedle-deedle-deedle-deedle-dum. A hegedűs a háztetőn ismert dallamait énekli Edward Parks a pénteki próbán. A nemzetközileg elismert közkedvelt bariton, akármilyen hihetetlen, itt még csak félgőzzel énekel. A szombati gálán még erőteljesebb hangra számíthat a közönség a Széchenyi téren. A The Voices-t már 7. éve rendezik meg Győrben. A Placido Domingos Operália díjazott fiatal művészei mellett magyar klasszisok is meghívást kapnak. A magyar színeket Sümegi Eszter fogja képviselni, és itt lesz az Operália 2019 díjnyertese, Szabia Rendauga, aki valóban egy kiváló tenor, egy különleges adottságú énekes, és abszolút fődíjasa az ez évben megrendezett Placido Domingos Operáliának. I'd build a big tall house with rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. Igazi zenei csemegékkel is bővelkedni fog a show. Például Solomon Harvard, aki itt éppen a partitúráját böngészi, meglepetéssel készül, de hogy mivel, arra szombat estig várni kell. Az opera mellett helyet kap a műsorszámok között természetesen, számos operett, spanyol dal, nápolyi dal, zarzuela, tehát arra készülünk, hogy ez évben is egy könnyed nyáresti szórakoztató programmal várjuk a közönséget. If I were rich, oh, okay, so I'm gonna go I and then I'll. If I were a rich man, yaddle-deedle-deedle-deedle-deedle-dum. A Voices Gala együttese már a kezdetek óta a győri filharmonikus zenekar. A sztárok kifejezetten szeretnek a győri zenészekkel együtt dolgozni. Győri Filharmonikus Zenekarral kiváló az együttműködés. Egyrészt a zenész kollégákkal nagyon jó baráti viszony van, szakmailag is nagyon jól megértik az énekesekkel egymást. Tehát kialakult az elmúlt évek során egy nagyon gördülékeny, nagyon jó munkafolyamat, és évről évre nem csak fiatal sztár opera énekesek, hanem fiatal sztár karmesterek is ellátogatnak Győrbe. Ez évben Liszt Jost lesz a zenekar élén. A szombatesti opera koncertet Győrváros meghívásának köszönhetően a nézők az állóhelyekről ingyen nézhetik meg.